Nagy szeretettel köszöntöm a VNTV vagy Viva Natura televízió nézőit. Önök FVQ adásunkat látják, ezen belül is a nagy mesemondók történelméről fogunk most beszélgetni Rábik János úrral. Szervusz János, üdvözöllek! Köszönöm a meghívást! És mivel úgy adódott ez a mai felvétel nap, hogy húsvét nagypéntekén vagyunk, nem tudunk arról az eseményről megfeledkezni, hogy a világot mindig a nagy mesemondók látszólag a nagy mesemondók irányítják, de a nagy mesemondókat követik a óriási nagy néptömegek, és általában a mesemondókkal szemben jönnek az igazmondók, és az igazmondók vagy keresztfán, vagy mágián végzik az emberiség legújabb kori történelmében, és nem tudunk arról az eseményről sem elfeledkezni itt húsvét kapcsán, hogyha Jézus ma itt lenne és köztünk élne, akkor hasonlóképpen, mint igazmondóképpen nem tudna elkerülni a sorsát, és akkor itt egy ős történelmi időszakot nézzünk meg, amikor ott áll a lehetőség az Isten adta nép előtt, hogy Jézust felmentse, és esetleg Barabás neve gyilkos kerüljön a kereszt halálba, és a tömeg mégis Barabást menti fel, és Jézust, az igazmondót, aki az emberek óriási tömegét segítette és támogatta, kerül. És ezt az óriási nagy hazugságot, ezt az óriási lelkisfúdalást hordozza magában az emberiség lassan 2500 éve, hogy ma mennyit változott a világ, és ezt az egész történelmi szituációt hogy tudjuk ma feldolgozni és értékelni, hogy hogy történhetett ez meg, és ma hogy történhetne meg ugyanúgy ebben a mai világban, hogy Jézus nem kerülhetné el a sorsát. Ahogy én ismerem Jézusnak a tanításait, főleg a hegyi beszéd, de az egész életét, én úgy gondolom, hogy ő az uzsora, a kamat, és egyáltalán a pénzhatalmi világrend ellen... Hát akkor is volt, János. Hát természetesen volt, mert hiszen az nem véletlen, hogy... Jézus, aki ugye aramaius, főleg aramaius nyelven beszélt, de tudott héberről is, és nagyon jól ismerte a zsidó tanításokat, mégiscsak arról van szó, hogy ő egy teljesen más Istenhez igazodott, mint a zsidóknak az Istene. Mert a zsidók Istene egy törzsi, bosszúálló Isten. Ezzel szemben Jézus azt mondta, hogy nem, az én atyám, az én Istenem, az egy jóságos, mindenkit szeret, azt tanítja, ha megdobnak kövel, dob vissza kenyérrel, hogyha megütik az orcádat, tartsd a másikat, és a fő szabály, a két aranyszabály, hogy szeresd úgy fele barátodat, mint önmagadat, Jézus alaptanítása, és csak azt tedd a fele barátodnak, amit magadnak is tenni. Tehát Jézus tulajdonképpen egy teljesen új viszonyulási rendszert hozott létre Istentől. Azt mondta, hogy Isten kiválasztott népe nem a testi Izrael, hanem a lelki Izrael. És nem Jeruzsálem, a földi Jeruzsálem a fontos, hanem a mennyei Jeruzsálem. Az volt a tanításának a lényege, hogy az én országom nem e világról való. És a vagyonnak a istenítése helyett azt mondta, hogy könnyebb a tevének átmenni a tűfokán, mint a gazdagnak belépni. Tehát Jézus a gazdagnak belépni a mennyek országába. A Jézus tehát egy alapvetően átalakította, még hogyha az eredeti zsidó vallásba gyökerezik is a kereszténység, de ez egy teljesen más. Kicsit, nagyon itt szedjük szét a dolgokat. Ami igen. Zsidó mond, és az apokrif iratok mondanak, az a keresztény hagyományról szól. Ennek semmi köze a később kialakult judia keresztény valláshoz. Ezt nagyon fontos tisztába tenni. És ahhoz, hogy lássuk és végre külön tudjuk tenni, hogy milyen erők és energiák dolgoznak ma a világban, ismertesd légy szíves azt a jehovai álláspontot, amit a zsidók istene. Ugye most látjuk, hogy két istenről beszélünk, a jóságos öreg istenről, és arról a fajta Istenről, atya Istenről, és arról az Istenről, aki megszólította Mózest a tüskebokornál, és mik az ők elveik, mi az, ami alapvetően különbözik az előbb elmondott
keresztény hagyomány tiszteletében, illetve a jehovai gondolkodásmód. Hát az, hogy mert a zsidó törzsi Isten szerint ők egy kiválasztott nép, és mivel kiválasztott nép, a többi nép felett állnak, ők látják el ugye a közvetítést Isten és az emberiség többi része között, és hát ezt elsősorban azért, ezt elsősorban a leviták, a papik azt azért találtak ki, hogy a zsidó nép feletti uralma biztosítva legyen, mert ők minden évben egyszer a szentek szentjébe bemenve tárgyaltak közvetlenül Istennel, és utána kihozták, hogy mennyi adót kell fizetni, stb. Tehát a levitákat aztán követték ugye az írástudók, aztán jöttek a farizeusok. Jézus már a farizeusokkal köllött, hogy megküzdjön, és ez az ember, aki mindent, a szeretetet helyezte a legelső helyre, ez mégiscsak az uzsorások ellen korbácsot fogott, és korbáccsal verte ki őket a templomban. Kicsit a farizeusokat is tisztázzuk, ugye ők a farizeusok, akik igazából Istenre hivatkoznak, de teljesen más életet élnek, az ő erkölcseit szeretnék a többi emberen végrehajtani, de farizeusként teljesen másfajta erkölcsi metódus. Tehát azt látjuk, hogy egyik oldalon van egy tiszta, szeretetteljes gondolkodásmód, a másik oldalon folyamatosan minden kiforgató, cselszövő, minden eszköz felhasználó, a saját érdekeit minden tűzön vizen át verő, önmagát a többi ember fölé helyező csoporthoz. Igen, az nem véletlenül, hogy a magyar nyelvben a farizeus a képmutatónak az egyik szinonimája. Tehát ez nem véletlen, igen, képmutatók voltak, Jézus ezt nagyon jól tudta, és le is leplezte őket. Tehát amikor Jézusról van szó, akkor azt látjuk, hogy a jelenlegi erköstelen, uzsorás pénzhatalomnak tulajdonképpen az ókori változata ellen lépett föl Jézus, és az ókori pénzhatalom ezért a merészségért bizony kivégezte őt. És ez azért rendkívül fontos, mert most próbálják úgy beállítani, hogy zsidó keresztény. Nincs ilyen. Az eredeti zsidó törzsi vallás összeegyeztethetetlen a kereszténységgel. Még akkor is, ha bizonyos gyökerei a zsidó vallásba kered, de ez egy annyira más meg minőség, hogy a kettő tűz és víz. Az Ószövetség bosszúálló istene, az nem lehet azonossá tenni Jézusnak a jóságos, a szeretetet mindenek, minden embert szerető, jóságos intézmény. Az ember ennyire sötét és bunkó, hogy ott van a lehetősége, hogy a megváltót felszabadítsa, és mégis őt küldi a keresztfára, és az emberiség semmit nem fejlődött ebben a pár ezer évben, és ha itt is mond, ahol ugyanezek a farizeusok, ugyanezek a pénzhatalmi emberek diktálják az emberek életét, majd ugyanúgy kivégzik a saját igazmondó hőseiket, majd utána több ezer éven keresztül siratják Jézust, akit ők küldtek a halálba. Tehát, hogy mennyit változott ez a ma úgy hívjuk őket, hogy fotel forradalmár. Tudod, aki otthonról szeretné a változást, de soha semmit nem tesz érte, és a saját hőseit meg beáldozza, az igazmondóit beáldozza majd. Én azért nem mondanám, hogy semmit sem, mert azért, ha meggondolod, hogy az a mai, na nem a mostani, még mondjuk... Még egy kicsit zárjuk le Jézus történetét, hogy igen, hogy lehetett ott, hogy milyen... Ezt akarom, igen, erre válaszolok. Igen, bocsánat. Hogy a mai Európa, amely ugye két hatalmas pilléren nyugszik, a görög-római magas kultúrán és a kereszténységen, ez azért eljutott olyan csúcsokig, és most nem csak a kölni dombra gondolok, meg más csodás katedrálisokra, hanem a kereszténység révén eljutott oda az emberiség itt Európában, hogy föl tudta építeni ennek az európai kultúrának a legnagyobb katedrálisát, a jóléti államot, amit már most lebontottak, meg létre tudta hozni a szociális piacgazdaság. Tehát létre tudta hozni a Földön valaha létezett legigazságosabb viszonyokat, de ez most már a múlté, mert ezt most már az elmúlt néhány évtizedben lebontották. Ezek a katedrálisoknak már csak a romjai vannak. Tehát azért Jézus
Jézus nyomán itt egy hatalmas kulturális csúcsteljesítmények jöttek létre. Hangsúlyozom, nem csak az építészetben, nem csak a csodálatos templom. A szociális piacgazdaság azért tudott kifejlődni, a jóléti állam, mert pontosan ellensúlyozni akarták azt az ellenerőt, amit úgy hívtak, hogy Szovjetunió, és pontosan az ott eltaposott jogokat, itt a másik oldalon piedesztára állították, és megadták az embereknek. És ahogy egypólusúvá vált a világ, mert ugyanaz a hazug hatalmi elit, akinek ez a szociális jóléti állam nem szívéből jött, nem Jézusi szeretetéből jött, hanem kényszerből tette meg, akkor lebontotta a kategóriáját, mert hogy egypólusú államnál nincs szüksége, egypólusú hatalomnál, bocsánat, nincs szüksége arra, hogy ő az embereket jólétbe tartsa. Tehát még mindig az a farizeus gyűlölködő gondolat, tehát ezt nehogy már Jézusi elveknek vegyük. De nem ám. És itt arról van szó, hogy talán a legjobban szemléltetni ezt a problémát a kamaton lehet. Eredetileg mind a három monoteista vallás, ugye a zsidó vallás, a kereszténység és az iszlám, mind a három tiltotta a kamatszedést. Na most, ha az Ószövetséget olvassuk, ott sok helyen, több mint 20 helyen szó van a kamatról, és tilos kamatot szedni, tiltja, tehát a zsidó biblia, az Ószövetség, az Ótestamentum, az tiltja a kamatszedést. Na de hogyan? Zsidó a zsidótól nem szedhet kamatot. De golytól szedhet. A nem zsidótól szedhet kamatot, ebben az van benne, hogy ők tulajdonképpen igazán embernek a zsidót tekintik, amely aztán később, amikor ugye jön a haszidizmus, kifejlődik a kabala, stb. Ők levezetik, hogy ez egy különleges ember a zsidóság, stb. De most én ebben nem akarok belemenni. Zsidótól nem szedhet, mindenki mástól szedhet. A kereszténység az megtiltotta a kamatot, és az iszlám is. Csak igen ám, fokozatosan, amikor a velencei bankároknak sikerült például a pápai trónt többször is megszerezniük, akkor ugye bizony, ezek a, például a Medici pápák, ezek fokozatosan lazítottak a kereszténység kamatszedési tilalmán, és visszahozták fokozatosan a kamatot, sőt, az egész odáig fajult, annyira elüzletiesítették a kereszténységet. Bűnmegváltó cédulákat. Hát így van, bűnbocsátó cédulákat lehetett vásárolni, bármilyen bűnt elkövettél, ha megfelelő drága, ha nagy bűnt követtél, drágát, a kisebbet, kisebb, megvetted a megfelelő bűnbocsátó cédulát, akkor, tehát lényegében bizniszt csináltak. Igen, csak ugye mondtál egy mondatot, hogy ugye, hogy itt óriási, itt fejlődött ez a keresztény vallás. Hát az a vallás, ez a fejlődés, hogy bűnmegváltó cédulákkal, ez a csúcspontja, hogy Mediciek tudnak pápát jelölni, és az nyer egy magyar jelölt helyet. Ne menjünk ebbe a dologba bele. Én azt a részt szeretném még egyszer megnézni, hogy ott áll Jézus lehajtott fejjel. Nézzük meg ezt a szituációt, hogy intézik el akkor, hogy magát a megváltót a nagy hazudozók mégis keresztfára tudják szegezni. Hát például azzal a technikával, amit most Ukrajnában is láthatunk, Kijevbe, hogy fizetésért a farizeusok és a rabbik megfelelő pénzt adtak a tüntetőknek, azok pénzért kiabáltak, mert így van, pontosan le volt fizetve a tüntető tömeg, ez be van bizonyítva. És ugyanez be van bizonyítva, hogy Kijevbe is, legalábbis a szervezők, az Euromajdannak a szervezői, azok bizony jó pénzért kapták, és ráadásul az is be van bizonyítva, hogy a pénzhatalmi világelit utasította az ukrán oligarchákat, hogy nyúljanak a zsebükbe, és komoly nagy pénzeket adjanak a Majdan tüntetés szervezőinek és irányítóinak, hogy ők tudják fizetni a tüntetőket, mert nem csak a teját kellett nekik adni, hanem ott azokat el kellett látni, hát nem mentek dolgozni heteken át. Én most egy másik gondolat, kicsit emelkedjünk föl ebből a szituációban, ha én egy
egy idegen civilizáció vagyok, és ide érkezem a Földre, és látom, hogy ez az emberiség mit nem fejlődött az elmúlt pár ezer év alatt. Én ezt nem érzem egy olyan fajnak, akit én itt megtartani szívesen gondolnék a Földön. Mert hiába spirálozunk, itt lenni spirál bármi, ez az ember nem fejlődött semmit. Tehát ott tartunk, hogy itt és most ez az ember ugyanúgy a nagy hazugmondóknak elhiszi az összes meséjét, majd az igazmondóit föláldozza, és majd utána ezer évekig sajnálja őket. Eközben kizsigereli a Földet, a pénz nevű, a pénzistenség, a mannon, ahogy te szoktad mondani, Adi nyomán, egyszerűen tönkretettük a Földet, a földanyát kizsigereltük. Mi a fene keresnivalunk van itt erkölcsileg ezen a Föld bolygón, amikor a jézusi alapgondolatot, a szeretet megvalósítását, amiért az ember elvileg a jó Isten teremtette, a jóság, a szeretet, a tolerancia, az abszolút nem tapasztalható, azon kívül, hogy nagyon szeretjük egymást, meg szeretjük a családjainkat, de a világban ez a jehovai megosztó, minden pénzét tevő gondolkodásmód felőrölte az emberek erkölcsét, felőrölte a kis nemzetek erejét, és egyszerűen egy apokalipszis előtti állapot van minden, a gazdaságilag, erkölcsileg itt a drága földbolyón. Ezt hogy látod te ezt a kérdést? Én úgy látom, hogy minden ember, minden egyes ember, beleértem magamat is, az egyszerre hajlamos a legmagasabb rendűre, a jóra, meg a legalacsonyabb rendűre. És minden egyes emberben benne van ez a struktúra, és benne van ez a lehetőség. Tehát, de azért itt is a gravitáció fentről lefelé megy, mert sokkal könnyebb lustának lenni, meg önzőnek lenni, mint mondjuk önzetlennek, és szorgalmasnak, és sokkal könnyebb felelőtlenül élni, mint felelő, és így tovább. Tehát a gravitáció itt is van. De minden egyes emberben megvannak ezek a magasabb rendű lehetőségek, meg megvannak ezek az alacsonyabb rendűek. Na most, hogyha az embereknek lehetőségük van arra, hogy visszaéljenek, például azzal, hogy óriási pénzügyi, gazdasági fölénnyel, óriási hatalommal, a Rothschild családnak van 500 ezer trillió dollár fel nem osztott. Minden család. Ember ezt megtenné? Pillanat. Arról beszélek, hogy akkor nem teszi meg, hogyha akkor lehet két önző emberből önzetlen, fel, tisztességes, becsületes embert előállítani, hogyha olyan tulajdonviszonyokat és olyan egyéb viszonyokat, társadalmi viszonyokat hozok létre, hogy a túlzott gazdagodás, a túlzott erő gyűjtése lehetetlenné válik, hanem mindenki a saját élete teljesítménye alapján jut javakhoz, és ezért az érdekérvényesítő képessége két embernek körülbelül ugyanaz. Na most, ilyen esetben, ha az egyik vissza akar élni mondjuk fölényével, akkor a másiknak van annyi gazdasági, fizikai és egyéb társadalmi ereje, hogy visszaüssön és pofán vágja, és azt mondja, hogy nem fogsz velem szemben önzősködni, mert nem engedem meg. És fordítva, ha ez akar visszaélni az önzősével, a másiknak van annyi ereje, hogy visszaüssön és pofán vágja. Vagyis a két önzés, ha egymásnak feszül, két közel egyenlő erejű önzés különböző irány egymásnak ütközik, akkor vektorális eredményként egy önzetlen, fair, tisztességes, becsületes ember születik meg. Ugye, te is, meg én is nagyon szeretjük a történelmet. Na most ezt csak azért mondom, hogy elvileg ott úgy lehet az embert olyan helyzetbe hozni, hogy a legjobb tulajdonságai manifesztálódjanak, hogyha megakadályozom azt, hogy aránytalanul nagy gazdasági, pénzügyi és egyéb erőkülönbség jöjjön létre. Vagyis ezt csak úgy tudnám elérni, ha minden embernek csak annyi vagyona lehetne, amit az ő élete teljesítményével előállít, és minden egyes egyéb az emberiség közös öröksége lenne, mint hogy közös örökségünk a Föld, közös örökségünk a naprendszer, egyikünk se tud ilyet előállítani, mert egy ember, és ezt a példát szoktam mondani, mert egy ember egész életén át egyedül egy gombos tűt se tud előállítani. Ezt csak gondold végig.
Ha pedig egy ember egyedül gombos tücse tud egész életén át előállítani, akkor miért tudna előállítani egy repülőgépet, vagy egy tenger alattjárót, vagy egy iparágat, vagy világos, hogy az emberiség közösen örökli azt, amit a korábbi nemzedékek létrehoztak, ugyanúgy, ahogy közösen örökli a naprendszert, meg a Földet. Ez közös. És csak az lehet egy ember magántulajdona, amit ő a saját teljesítményével, és ha ezt én el tudom érni a tulajdonviszonyok átalakulásával, az egyéb társadalmi viszonyok, akkor el tudom érni, hogy ne legyen olyan ember, aki az önzése, a legalacsonyabb rendű ösztönei és önzése alapján visszaéljen a másikkal, elvegye például a másiknak, mert minden egyes, mert mi a legnagyobb értéke egy embernek? Na, nem a vagyona, az élete. Mert, és így tulajdonképpen a legeslegnagyobb vagyonnal minden egyes ember rendelkezik, aki él. Mert az életnél nagyobb érték nincs. Mert ha elveszem tőled az életet, akkor mit ér az összes többi vagyonod neked? Jó, hogy vannak örökösök, stb. De neked mit ér? Semmit. Tehát minden egyes embernek a legnagyobb érték az élete, és ezért olyan viszonyokat kell létrehozni, hogy az egyik ember a másik életét ne vehesse el, de ne csak a másik, mert ugyanis a teljesítmény, egy embernek a személyes teljesítménye, abban az ő vére, az ő munkája, az ő élete objektiválódik, az az övé, a szent, az a szent tulajdon, amit védeni kell, de csak az a szent, amit ő állított elő. Jó. Az összes többi, az az emberiség közös öröksége, és így lehetne elérni azt, hogyha igazságos tulajdonviszonyokat, és elosztási viszonyokat, és jövedelmi viszonyokat hozok létre, akkor meg tudom akadályozni, hogy az egyik ember alacsony rendű módon visszaéljen az önzésével a másik ember rovására, mert ugyanúgy megkapja magáét, mint ahogy ő, és akkor a két ellentétes vektorból létrejön egy olyan becsületes, tisztességes ember, aki mindig tudja, hogy meddig érvényesíti az önérdekét, és tudja, hol kezdődik a másik önérdeke, és becsületesen és tisztességesen viselkedik. Nem tudtam, hogy ekkor idealista vagy egyébként. Szóval, nem, ugye, én most csak fölvázoltam ez csak egy elméleti lehetőség. Előtte volt. Elmondtad, hogy a kamat intézménye tette azt, hogy az ember... Az a lopás egyik fajtája a kamat. Az azt jelenti, hogy az egyik ember meg tudja lopni a másikat. Az a lopás egyik legrafináltabb változata. A másik, amit mondtad, hogy az emberben benne van a sár, és benne van a fény, és a gravitáció miatt folyamatosan a sár felé húzódunk. Na most pontosan ugye azt mondjuk, hogy a jelenlegi időszakban azért a fény felé, a fényt elrejtették az ember előtt, a Jakob Böhm mondja, hogy az ember beleragadt a turbába. És minél mélyebben vagy a turbában, annál nagyobb a vágyad az élet habzsolására, és ma a turba legmélyén van az ember. Amikor a római birodalom elbukott, akkor jött a sötét középkor, amit nem akarunk tudni, amikor már nincsenek óriási hatalmak, csak ember emberrel áll szemben, és általában itt mindig az a vége, hogy az erősebb kutya él szexuális életet, és emlékezzünk vissza, hogy a sötét korban, amikor újból az emberek nem kezdenek kenyeret sütni, hanem csak kását esznek, és nem az evolúció, hanem az involúció felé mennek el, és megint kell egy birodalom, egy hatalom, aki a birkákat, bocsánat, megint hívom őket, ő maga alá terelget, és a nagy igazmondó az majd utána elmondja, hogy mit tegyenek. Tehát én az emberek fejlődésében kételkedtem, amikor kijelentettem ezt a dolgot neked. Én elfogadom, hogyha a saját magam által létrehozott erőforrása a másik ember, akkor egyenrangú dolgokat csinálunk, és amikor Amerikában hallottam egy viccet, és el kell mondanom neked. Hazamegy az iskolából a gyerek, azt mondja, hogy a Grün bácsinak, hogy figyelj, azt kérdezte tőlem a Kohn, hogy ennek a holokausznak egyszer vége lesz, mert hogy mindig kártérítéseket kérnek az emberektől, és már nagyon unják. Mikor lesz ennek vége? Hát kisfiam, mondd meg akkor a Grünnek, hogy akkor, amikor a kamatos kamatot majd elfelejtjük. Ugye ez egy viccnek tűnik, de ez a lényeg a dolognak, hogy az emberiség történelmében azért volt egy olyan, hogy 30 év után a kamatot el kellett törölni, és akkor újból indult a kapitali játék, de most ez teljes egészében elfelejtette a jelenlegi rendszer, az utolsó
vért is ki akarja a parazita szívni a kis nemzetállamokból, az egyéni emberekből, és amit te említettél, hogy az életem a legnagyobb kincsem, pontosan ezt a pozitív, szeretetteljes, boldogságos életérzés az, amire ma már a parazita rátette a kezét, és próbálja kiszipolyozni az életünket. Nagyobb, mitől fog ez változni? Megpróbálok rövid lenni. Az első, amit meg szeretnék említeni, hogy amikor Otto von Bismarck herceg, ugye a második német birodalom létrehozója, szerette volna tudni, hogy életműve megmaradjon, fennmaradjon. És ezért felkérte Gustav Ruland, a Freiburgi Egyetemnek a tanárát, hogy adjon neki választ arra, hogy korábban a történelem során a magas kultúrák miért buktak meg. Na most Ruland nekifogott három ilyen nagy kötet lett a válasz, de mire ő ezzel elkészült, addigra bár jött ugye második Vilmos, és a Bismarck már nem volt kancellár, az utóda volt a kancellár. De mi van a válaszban? A válaszban az van benne, hogy az összes nagy kivétel nélkül az összes magas kultúrát a kamat pusztította el. Most én ebbe nem megyek tovább, mert ez egy külön... De aha, erről egyszer beszélhetnénk, hogy ez aha, hogy van. Aha. Na most, a másik, amit meg akarnék reflektálni szeretett, említetted, hogy a sötét középkor. De beszéljünk nemhogy a sötét, hanem a csodálatosan ragyogó arany középkorról, mert ilyen is volt. És hol volt ez az arany középkor? Spanyolországban. Nem csak Spanyolországban, hanem ott, ahol a baktát, ott a kamatmentes pénzt használták. Németországban. Uh-huh. Ugye? Tehát amíg kamatmentes pénz használtak, mert például hogy működött a kamatmentes pénz? Az ugye az a választó fejedelem, illetve hát... tehát érsek is volt, tehát mindegy. Lényeg az, hogy ő beszedte mindig a pénzt, a baktátot, és utána az illető jóval kevesebbet kapott vissza, és fél évenként elveszítette az értékét. Az emberek abban voltak érdekeltek, hogy gyorsan továbbadják a pénzt, és például csodálatos épületeket kezdtek építeni belőle, mert az akkor megmaradt, az övék maradt. És ennek ilyen módon jöttek létre azok a ma is látható csodálatos városok, például ugye Rothenburg, Ob der Tauber, nem tudom, jártál ott, Észak-Bajorország, hát Frankenland, Würzburg mellett, de nem csak Rothenburg van, hanem menj el, hát mese szép. Nem tudok mondani. Ezek mind az arany középkorba a kamatmentes pénzből épültek. Tehát ha megmaradt volna az emberiség, lehet most az európaiak, megmaradtak volna a kamatmentes pénz mellett, ha nem jönnek ugye például ugye a bajor... Jó, nézzük meg. 1485-ben a spanyol király inkvizíciót rendel el, mert egyszerűen tele van a bankárokkal a feneke, ugye már túl vagyunk Amerika meghódításán, vagy 1498-ban ér el Columbus Hispaniola szigetére, aha, a mai Dominika. Tehát az inkvizíció az meg előtte van, 1485-86. Figyelj ide, igen, de hát az hosszú ideig tart, aha, az inkvizíció sokáig tart. És itt a lényeg az volt, tehát hadd mondjam el, itt a lényeg az volt, hogy amikor a kordovai kalifátust Ferdinánd és Izabel, akik társuralkodók voltak, lényegében elfoglalják, de hát a kordovai kalifátust a zsidók uralták. Tehát teljes a pénzrendszer, a gazdasági rendszer és a politikai hatalom irányítása a kezükben volt. Akkor ezek ugye persze hát iszlámot követtek, és illetve megtartották a zsidó vallásukat. És akkor Ferdinánd és Izabella azt mondta, hogy nézzétek, legyetek katolikusok, és akkor asszimilálódjatok. Ha pedig ezt nem tudjátok vállalni, hogy asszimilálódjatok, mert megszűntök zsidónak lenni, akkor itt vannak most már a dél-amerikai spanyol gyarmatok, ugye Új-Spanyolország, például Peru, stb. Még nem így hív. Új-Spanyolország az például izé volt, az például ugye
Argentina, stb. Na mindegy, menjetek oda, vagy ha nem akartok oda menni, menjetek az akkor a spanyol királysághoz tartozó Németalföldre, a mai Beneluxia, menjetek oda, vagy pedig hát legyetek katolikusok. És akkor a spanyol zsidóság levelet írt a Sanhedrin, tehát a diaszpora zsidóság legfőbb testülete, ez ekkor már Isztambulban volt, tehát Törökországban, és tanácsot kértek, hogy mit csináljanak. És akkor a Sanhedrin válaszolt. Azt mondta, hogy legyetek katolikusok, ha nem megy másképp. De utána legyetek jogászok, mérnökök, katonatisztek, ami, és majd eljön az idő, amikor tudtok válaszolni. Na most, egy ilyen, és akkor így megszületik a titkos zsidó, aki kívülről katolikus, otthon zsidó. Na most, onnan lehet tudni, hogy ki volt az, aki tényleg katolikussá vált, és ki az, aki csak álcázta magát, hogy hogyan házasodott. Hogyha belement a vegyes házasságba, tehát föladta azt, hogy csak zsidóval köthet házasságot, hanem hajlandó volt vegyes házassággal asszimilálódni, az valóban föladta a zsidóságát, és áttért a katolikusért. Aki nem ezt csinálta, na most ezt azt mondta Torquemada, egy ilyen kikeresztelkedett zsidó, azt mondta Ferdinándnak és Izabellának, hogy én, ha kell, kiszűröm azokat, akik szillel zsidók, akik csak szillelik, hogy katolikusok. Szillelt keresztények. De valójában zsidók. Egyszerűen ő is egy kikeresztelkedett zsidó volt. Tehát a fő inkvizitor. Oké. Mi volt a baja Izabellának a zsidókkal? Nézzük már meg. Tehát most ez az volt a baja, hogy a pénzrendszer révén minden hatalom náluk volt. Például a kordovai kalifátusban. Például. És ő ezt nem akarta, hogy ez így legyen. Mert ha náluk van a pénz... Tehát akkor megint a nemzetállam kerül szembe azzal a zsidósággal, aki nem hajlandó asszimilálódni, tehát oda megy egy országba, de nem az ország érdekeit tartja elsődlegesnek. De hát ezért én nem úgy mondanám, hogy nemzetállam, mert ez még nem volt igazán nemzetállam, hanem inkább úgy mondanám, hogy a közhatalom kerül szemben a zsidó magánérdekkel. De könyörgöm, nem ugyanez van mai világban is? Hát körülbelül ugyanaz van, annál is inkább, mert például a nemzetállamot is, hogy így fejezem ki, a pénzkölcsönző uzsorások találták ki miért. Kiderült, hogy ha a uralkodónak adnak nagy összegű kölcsönöket, az meghal, a baj lehet, meghal az uralkodó, és az utóda vagy fizeti a tartozást, vagy nem. De egy államad meg kell fizetni. Ezért ezek is ezt hol próbálták ki először? Hollandiában próbálták, tehát a Németalföldön próbálták ki. Azt mondták, hogy nem az uralkodónak adunk, hanem egy testületnek, ami a lakosságot képviseli, és ezért kitalálták a nemzetállamot, és kitalálták meg a demokráciát. Mert ugyanis, hogyha egy közösséget adósítanak el, aminek az az előnye, hogy nem hal ki, akkor viszont valamilyen módon, akik fizetik, tehát a lakosságot be kell kapcsolni abba, hogy akik az adósságot fölvállalják, azokhoz legyen valami köze. Tehát fölfedezik a demokráciát, és fölfedezik a nemzetállamot azért, hogy ők, az uzsorás pénzkölcsönzők mindig kapjanak időben adósságszolgálatot és kamatot. Tudod, mi jár az eszem? Azt értem, hogy a kamatos kamattal a 100 forintomból pár éven belül csinál 5-600 forintot. De a zsidóságnak egyszer kellett lenni 100 forintjának, hogy ma annyi pénzt csinálja. Tudom, hogy most már ők nyomják a pénzt, stb. Hogy az egész világot kisgömbölc benyelje. Tehát mi volt az alap, mi volt az alap egy Hollandiába, egy Spanyolországba, amiből ők utána annyi pénzt tudtak csinálni, vagy egy bajor főherceggel, annyi pénzt tudnak csinálni, hogy bekebelezzék az egész országot.
Tehát ez egy kamatos kamattal, ezt, ha én szuperponálom, akkor kiderül, hogy 100 forintból az egész világot azért el lehet foglalni, vagy egyszer valahonnan kellett valamit szerezni, amiből elindultak. Ez onnan van, abból a gondolkodásmódból fakad, ez abból a gondolkodásmódból, hogy ők egy nomád nép. A termelő népek, akik földművelő népek, akik földhöz vannak kötve, azok mások, azok a munkából élnek, meg a termékből, amit előállítnak a mezőgazdaságból és az állattenyésztésből. A zsidó az pedig abból élt, hogy kereskedő volt, és a kereskedelemből mindig fakad arra lehetőség, hogy sokkal többért add el az árut, és akkor, hogy úgy mondjam, az eredeti, az a bizonyos eredeti tőke, amit aztán majd később oda tudnak adni kamatra, ugye, az innen jött. Tehát ők a közvetítést, a keret, tehát a zsidóság az nem a munkából él, hanem az emberekből él. A chefből él. Az emberekből él. Tehát ő neki az volt a fontos, hogy mindig el tudja hitetni azokkal a népekkel, ahova ő, mint közvetítő ment, hogy tulajdonképpen az a szolgáltatás, amit ő nyújtani tud, tehát a kereskedelem, aztán a pénzügyek, aztán hitelek, stb., hogy az abba ő a hozzáértésénél fogva tulajdonképpen nagy hasznonnal tud lenni a többi nép számára, és ez így történt. Tehát tulajdonképpen a zsidóság az egy nomád nép volt. Az állandóan vándorolt, és amikor az egyik helyen már, hogy úgy mondjam, kiszipolyozta a könyv, megszedte magát, akkor vagy elzavarták, vagy tovább ment egy másik helyre, ahol ez nem véletlen, hogy Európában több mint 100 helyről kitiltották az zsidóságot a római birodalom bukása óta. Nekem azért pozitív szemléletem van, és volt egy pont, amit én megfogtam a te gondolkodásod, hogy azt mondja, hogy valóban voltak olyan zsidó családok, akik hajlandóak voltak igaziból asszimilálódni, és abban a közösségben élni, ami befogadta őket. Volt egy ilyen mondatom. Hát mindig volt ugye ilyen. A másik réteg, rétegnek azt üzenték Isztambulból, hogy jó van, maradjatok a segeten, legyetek ügyvédek, bankárok, katonák, és majd eljön a ti időtök. Orvosok, stb. Majd eljön a ti időtök, igaz? Na most akkor itt van egy papír a kezemben, Rábik János úr mostanában írta, kinek írtad ezt a Mazsisznek írt levele. Nem, én ezt tulajdonképpen egy észrevételt tettem Orbán Viktornak, akinek nagyon megértem a helyzetét, és akivel én nem titkolom, én szimpatizálok vele. Tehát én ezt nem titkolom. De az a baj, hogy ő visszafele nem szimpatizál veled. De bocsánat, hogy ezt mindig elmondod, hát, de tudom. Az a tudás, amit te itt felhalmoztál, amit te képviselsz, és én Orbán Viktor vagyok, akkor én ezt az embert már rég emelem, és első számú tanácsadónként használom. Elnézést, hogy ezt mondom, tudom, hogy a parlament folyosóján már többször odarohant hozzád, és... Nem, egyszer. Egyszer, bocsánat, és csak tudom, egyszer. Hogy olvassa a könyveidet, tudom. Na, én sokkal többet elvárnék Orbán Viktor miniszterelnök úrtól, veled kapcsolatos elnézést, mindig hát, mondod... Hát, az a probléma velem, hogy öreg vagyok. Én nem gondolnám. Viszont ugye volt ez egy kérdésem, amit ugye Amerikában hallottam, és nagyon jogos, hogy meddig kell a holokauszt fizetni még egy... Ugye azt is tudjuk, hogy a holokauszt kártérítési pénzeket nem azok a szegény zsidók kapták meg, akiket itt vagonokba elvittek, hanem ugyanaz a hatalmi elit, aki nem engedte be a Hitler által odaküldött 4000 zsidót egy teherhajón, hanem visszafordította, és ezért is azzal a szempontból, hogy egyszer ezért kártérítést kapunk, hogy a holokauszt pénz nem a zsidó kapja. És akkor most egy kicsit megint szedjük szét az a zsidóság, aki asszimilálódik, és a szívével magyar, mint Tellere, de el fogod mondani ezeket a dolgokat. Igen. És azt a zsidóságot, aki csak itt van, és arra vár, hogy még többet kiszipolyozzon ebből az országból, mert vegyük tudomásul, hogy a világ hatalmi elitje ma a zsidóság kezében van. És az ő sorsuk, a zsidóság sorsa, a világ sorsa. A 300 bankár dinasztia, ez lényegében askenázi zsidó, nem szefárdok. Oké, de tegyünk meg különbséget. És kabalisták. Tegyünk meg különbséget azok között a zsidók között, akik elszenvedték
valóban a holokauszt, de valóban nem kapták meg a kártérítésüket, azokhoz képest, akik folyamatosan magyar államot perlemik 1500 milliárdra a mávot, a vagonjai miatt, mert vagonba vitték ki a zsidókat, amikor mi megszállás alatt voltunk, amit egyébként lesöpört az amerikai bíróság, azért tegyük hozzá. Igen, Chicagói bíróság elutasította. Lesöpörte. Térjünk vissza a levélre. Mi volt az indítatása, illetve az, hogy én itt egyetlen egy mondattal, ami úgy szól, hogy felfogásunk szerint ugyanis a magyar zsidóság a magyar nemzet része volt és marad, ezzel nem értek egyet, megmondom miért. Azért, mert... Ez Orbán Viktor levelébe volt ez a mondat. Ez az egy, egyébként a levéllel egyetértek. Ezzel az egy mondattal nem értek egyet, hogy a magyar zsidóság a magyar nemzet része volt. Nem. És az is marad. Nem. A magyar zsidóság nem volt a magyar nemzet része, és ma se az. Miért? Mert nem akar az lenni. Miért nem akar az lenni? Érthető, hogy teljesen érthető, mert hogyha ő a magyar nemzet része lesz, megszűnik zsidónak lenni. Ha pedig ő nem akarja föladni a zsidóságát, akkor nem asszimilálódhat a magyar nemzetbe. És ezt ki is mutatja, a túlnyomó többség nem akar magyar lenni, hanem kirekeszti magából a magyar nemzetet és a magyar nemzethez tartozó semmit. Először is megszervezi magát oly módon, hogy egy államot képez az államban. Hát ha egy könyv, már 1989-ben az Egyesült Államok külügyminisztériumában voltam, és kezembe akadt ott a minisztériumban polcon egy ilyen könyv, amiben nem volt más, mint a Magyarországon lévő zsidó szervezetek neve, címe és telefonszáma. És egy ilyen vastag könyv volt. Mm. 1989-ben. Tehát a magyarországi zsidóság azért szervezi magát így, mert nem akar a magyar nemzethez tartozni. Ehhez a szervezetbe én beléphetnék például? Nem léphetsz be, mert mindjárt megkérdezik, te nem vagy zsidó, miért akarsz egy zsidó szervezetbe lépni? Hát mert ez egy magyarországi szervezet. Nem, a magyarországi zsidók azok nem a magyar nemzet részei, de ezt ők nem fogják kimondani, mert a magyarországi zsidók úgy gondolkodnak, hogy én tudhatom, hogy ki a zsidó, tudom is, de a nem zsidók nem tudhatják, hogy ki a zsidó. Mert ugyanis én, amikor az az érdekem, hogy a magyar nemzet része vagyok, akkor magyarnak vallom magam, ha meg az az érdekem, hogy elkülönülök, és én a saját külön érdekemet, akár rákényszerítem a magyar nemzet többségére, lásd ezt az értelmetlen, ostoba, nevetséges ellenállást, amit azzal kapcsolatban fejtek ki, hogy legyen egy emlékműve annak, hogy Magyarországot igenis Németország megszállta, és egy megszállt országot sokkal könnyebb volt olyan dolgokra rákényszeríteni, mint például a vidéki zsidóság összegyűjtése, stb. Hát átvették a közigazgatási rendszert. Hát persze. Ők irányították a katonaságot. Hát világos. Átvették a mávot, ha már mávról beszélünk. De ez a hisztérikus magatartás, amit a szervezett zsidóság szemérmetlenül tanúsít, mert azt mondom, hogy szemérmetlen, mert ő egy kisebb és rá akarja a többségre kényszeríteni az akaratát minden eszközzel, azzal, hogy minden nap lebontja izét, ugye? Tehát eljátsza ezt az ókori történetet, ugye, hogy... Én elmondom, hogy... alapvetően az a baj, rengeteg zsidót ismerek, aki magyar zsidónak tartja magát, magyar szívdobok benne, így sorolt föl, hogy... A zsidóság egy része fölvállalta az asszimilációt, és magyarrá lett. Azokkal nincs is semmi probléma, egy somlóboldoggal nincs probléma, egy karintival, egy radnótival, ezekkel nincs probléma. Azokkal a zsidókkal van probléma, akik nem akarnak magyarok lenni. Azért nem akarnak, mert ha magyarok lesznek, akkor megszűnnek zsidók lenni. Egyébként... És ők azt mondják, hogy mi a fontosabb nekem, a 150 éves vagy 200 éves magyar identitás, vagy a 4000 éves zsidó. Világos, hogy a 4000 éves zsidó identitás, tehát a hagyományközösség, János, ezt már elmondtuk, ezt mindenki tudja, engem már mit tudom, minek tartanak, téged meg zsidóznak, mert te azért beszélsz a zsidók ellen, mert hogy biztos sokkal nagyobb... Nem beszélek a zsidók ellen, én próbálom megérteni őket, és én megértem azt. Nem tud, mit szeretnék. És én tiszteletben tartom azt, hogy ők nem akarnak beolvadni a magyarságba, hanem zsidók akarnak menni. De akkor ismerjék el, hogy ők egy külön nép, amely együtt él a magyarsággal, de amelynek megvannak a külön szükségletei, megvannak a eltérő érdekei, megvannak a teljesen külön több ezer éves értékei,
És ismerjék el, hogy ők nem a magyar nemzet részei, de ezt se akarják elismerni, mert a magyarországi kisebbségek, amikor megalakultak, ott végig ott ültek a zsidó közösség képviselői, ott ültek. Utána fölálltak, hogy ők nem kisebbség, ők a magyar nemzet részei. Hát ha a magyar nemzet részei, akkor legyenek magyarok, de nem akarnak magyarok lenni, mert akkor megszűnnek zsidóknak lenni. Most az van, hogy lassan mi vagyunk a magyar kisebbség, de volt Putyinnak egy mondata erre egyébként. Azt mondta, hogy ő nagyon tiszteli a kisebbségeket Oroszországban, de a többség érdekeit vegyék tudomásul a kisebbségiek. Na most ez fontos mondat volt a másik. Na jó, hát ez a zsidó kisebbség, amely nem hajlandó magyar lenni, mert ők ezt a dilemmát ők föloldják, ezt tudja, hogy ne legyen szervezett magyar nemzet. Mert ha nincs szervezett magyar nemzet, hanem csak egy multikulturális mozaikból áll a magyar társadalom, akkor a magyar ugyanolyan, mint én a zsidó, aki csak zsidó akarok maradni, aki csak annyiban vagyok magyar, hogy Magyarországon élek, tudok magyarul, magyar állampolgár vagyok, magyar útlevelem van, de egyébként nem vagyok magyar, és abszolút nem érdekel, hogy a világot irányító erők milyen gyalázatot hajtottak végre például Magyarországgal, amikor egyedül a magyarokkal szemben nem alkalmaztak egyetlen egy elvet, se a történelmi elvet, se az etnikai elvet, se az önrendelkezési elvet, hanem egy gyalázatos módon elintézték. És aki magát magyarnak tartja, annak ez természetesen amigéles fáj. Nekem állandóan ez fáj. Nekem is fáj. De az itten élő zsidóságnak az se érdekli, hogy minket megszálltak a németek. Hát az miért nem érdekli őt? Na, következő van. Utolsó kérdésem van. Ezen nagyon el fogsz beszélgetni velem. Következő kérdésem. A zsidó, hogyha megnézzünk 100 kiművelt fő sokaságát, akkor ebből 60 gondolkodó, nagyon művelt orvos, jogász, és nagyon tisztelen becsülöm őket, hogy rengeteget tanulnak, és nagyon értelmesek, az értelmiség javarészét ők szolgálják. Hozzá. Itt a világ, amikor látjuk, hogy ugye kamatról beszéltünk, hogy a kamat megöli a világot. A kamat extrapolálásával az üres pénz, ez oda viszi el a világot, hogy kipusztul, elpusztul ez a civilizáció, elpusztítja önmagát. Na most, hogyha arányaiban ennyire intelligensek, mert én el kell fogadnom, hogy nagyon intelligensek, én egyébként azt kell tudni rólam, hogy én goly vagyok, de zsidókkal jártam iskolában, nagyon sok zsidó barátom van, ismerem a mentalitásokat, a gondolkodás mondjukat. Amikor egyénileg beszélek velük, elismerik, hogy ez a fajta rendszer nem mehet tovább, ezzel szemben az egész rendszer, meg a Föld és az egész emberiség kipusztulása felé megy, mert nem fenntartható ez a dolog. Tehát amikor fölrobban ez az óriási lufi, bedől a stock market, itt az emberek anarchiába fognak átmenni, és ezt te is tudod, meg én is tudom. Tehát ez nem egy csúcs dolog. Na most az a biztonságos környezet, ahol a pénzpumpákat lehet működtetni, például Magyarországon is, ez a gondolkodó zsidóság nem látja ezt a jövőképet, ami egyébként a 930-as Németországhoz is elvezetett, hogy ez nem tartható tovább, hogy azokat a kis testeket, nemzettesteket, ugye úgy mondjuk, hogy az ilyen a vérünket és életünket adjuk a pénzszivattyú parazitáinak, hogy ezek az állapotok nem tarthatók sokáig fenn, és ilyen szempontból nekik soha nincs jövőképük. Ugye mindig elmentek Spanyolországból, akkor átmentek Németországba. Jó Isten tudja, hova mentek, mert egy diaspóra azt jelenti, hogy folyamatosan, mint vándorló nép, oda mennek, ahol egy kicsit lehet motyizni, egy kicsit bankárkodni, egy kicsit kereskedni, és amikor vége a nemzetállamnak, vagy elzavarják őket, akkor mennek tovább. Könyörgöm, elfogyott a Föld. Tehát már nincs olyan Földnek olyan szeglete, ahol ez a fajta szisztéma, a kamatos kamat szisztémája, amit ők zseniálisan titkos iskolákban tanítanak a mosolynövekvő bankároknak, tönkretették a Földet. Milyen? Tehát ők nem látják ezt, hogy nincs jövőképe ennek de a látják, rendszernek? De látják, és ki is dolgoztak rá egy tervet, hogy ahhoz, hogy ők a jelenlegi szinten éljenek, már a robotikával, tehát elektronikával, kibernetikával, informatikával, nanotechnológiával, robotikával meg tudják ugyanezt a szintű gazdasági termelést előállítani 500 millió emberrel. Vagyis a 7 milliárd emberből 6,5 milliárd fölösleges. De a robot nem fog neki kamatot fizetni, könyörgöm. De az már nem, nem is kell, hogy kamatot fizessen neki. Cinikus voltam. Nem is kell, hogy kamatot fizessen, mert ha minden az övé,
akkor minden kamat, akkor pénz már pénz se kell. De könyörgöm, most akkor is minden az övé. Ajós tárgyom, minden nem, de az övé. Most úgy az övé, hogy a pénzrendszer segítségével. Tehát most a pénzrendszer közvetítése szükséges ahhoz, hogy a világ népei, a világ lakossága, a 99% az 1%-nak, sőt az 1% 1%-ának dolgozon, ehhez szükséges a pénzrendszer közvetítése, mert hát csak egy adatot mondjak. Hát a 2 évvel ezelőtt a Zürichi Egyetemen megvizsgálták, hogy a világon hány transnational corporation van, megállapították, hogy 143 000. És akkor azt is megállapították, mikor átmentek a tulajdonosi dzsungelen, hogy ennek 147 bank a tulajdonosa. És akkor tovább mentek, hogy ki annak a 147 banknak a tulajdonosa? 300 szupergazdag bankárdinasztia. Na most ez egy olyan struktúra, ami lehetővé teszi, hogy az emberiség jövedelme az át legyen. Most például konkrétan azért akarják tető alá hozni a transatlanti zónát, ezt a kereskedelmi zónát, mert Amerikában még mindig óriási mennyiségben tudják gyártani azt a semmire nem való fedezetlen dollárt, színes amivel papír. Európában az értékhordozó vagyont, ami még a nemzetek... Tehát az őseink vagyonát még föl tudják vásárolni. Még föl tudják, és utána már omolhat a dollár. De előbb még fölvásárolják. Tudod, milyen? Tehát a transatlanti kereskedelmi zónára azért van szükség, hogy gátlás nélkül tudjanak... Nemzetállamok fölött fizet. Bármit legyenek. Tudod? És nem is egyenlagúvá akarják tenni, egy transnacionális korporációt egy állammal, mert olyan rendszert alakítanak ki, ez le van írva, hogyha egy nemzetállam, mondjuk a magyar állam hoz egy olyan törvényt, amelyik egy korporációnak nem tetszik, akkor a korporáció írja, nem beperelheti. Tehát, van egy bíróság fölött. Olyan jogosítványokat kap, mintha egy szuverén állam lenne. De akkor onnantól már a demokrácia című színjáték se kell nekik, mert hogy következő, hát tudod mi a bajom? Ugye azt mondjuk 300 bankár család irányítja földet. Ugye? A világon ma már egyébként a jelenlegi számítások szerint így körülbelül 320 millió zsidó él egyébként. Tehát, hogy a 500 milliót lassan elérik, tehát még 180 milliót se kell nekünk betámadni. Miért ezen a... Ezt én nem hiszem, hogy ennyi élnek. Nagyon sokan nincs. Élnek. Hát figyelj, csak 10 millió élnek Manhattanben, Amerikában 120 millió élnek. Tehát Manhattanben se, hát figyelj, de én ismerem, az én ott éltem. De amerikai régen jöttél el onnan. Figyelj, én tudom az igaz számokat. Na. Hát ide hallgass. Eleve Manhattannek... Te mondtad, hogy nagy részük illegalitásba éli a zsidóságát. Ja, igen, a secret Jews, igen. Hát ilyenek sokan vannak, persze. Nem ezt akartam kihozni valamit. De inkább hogy úgy mondjam, a holdudvar, mert vegyes házasságok... De ezt akarom kihozni, hogy de mi... Tehát hogy mondjam, a hatalmi elit, bocsánat, de csúnyán fog mondani. Szarik a kis zsidóra, tudod, aki mindig elverték a port. Az érdekei úgy kívánják, akkor hát de csak nem gondolom. Hát de a második akkor... világháborút, ez a pénzhatalmi világelit robbantotta ki, az egy más dolog, hogy nem fogják soha elismerni. Aha. És ebbe benne volt, bele volt kódolva, hogy bizony, mert tudták, hogy ki az a Hitler, no, hát hiszen a Hitlert ők szülték, mint politikust Versailles-ba, a hitlerizmus. És Hitler, mint politikai személyiség Versailles-ba született, amelyben, ahol viszont 116 zsidó politikus is jelen volt, nem csak zsidók voltak. A Versailles szerződésről beszélünk most. A Versailles szerződési rendszerről beszélek, aminek egy része a Trianon is. Na most, a hitlerizmus és a nemzeti szocializmus és Hitler, az Versailles-ba született. És plusz, még Hitler tudjuk, hogy külön finanszírozta a pénzhatalmi világelit, ez már fel van derítve, hogy milyen bankárokon keresztül mennyi pénzt, legalább 40 millió dollárt adtak neki arra, hogy finanszírozza a választásokat. A Sturm nem, a Sturmabteilungot. Az több mint 40 ezer pártfegyveres volt. Na most mindegy, nem ezt akarom mondani. De ők azt tudván tudták, hogy ki ez a Hitler. Tudván tudták, hogy mi fog történni, vagyis bekalkulálták a kis zsidóknak a halálát. És azt mondták, hogy ez megéri. Megéri, mert utána
utána majd ezen a holokausztra hivatkozva sokkal könnyebben létre tudják hozni Izrael államát. Igazad van, oké, de amikor az, valaki átlagosan a zsidókról beszél, akkor ezt a különbséget, amit te itt most kimondtál, ezt soha nem tudjuk megtartani, vagy érvényesíteni, nem tudom a jó szót, amikor ezt a levelet leírod, amivel én nagyon 97%-ával egyetértek, majdnem 100%-al, akkor megint hol vannak érintve ezek a zsidó tömegek, akik a nagyon nagy részét teszik ki a zsidóságnak, és nem a manipulatív zsidó tőke, nem azok a ide-oda kollaboráló, majd akkor eljön a mi időnk, és akkor megmondjuk, hogy most zsidók vagyunk, nem magyarok című része van. Ahogy az ókorban, ahogy Jézus idején, itt arról van szó, hogy akiknél a pénz és a pénzhatalom van, tulajdonképpen a szervezett zsidóságot ők finanszírozzák. És a szervezett zsidóság pedig lényegében ellenőrzése alatt tartja a zsidó közösségeket. Tehát ott is vannak nagy mesemondók. És tulajdonképpen ezért érdekeltek például, hogy legyen antiszemitizmus, mert az antiszemitizmusra hivatkozva tudják a közösségépítést folytatni és erősíteni. Tehát mert az állandó ellenségképpel tartják össze, persze, és majd jön egy szituáció, ez csak az egyik, ez csak az egyik, egyik közösségépítő tényező. De utána föláldozzák őket. Ha kell, hát azért nem elsőnek őket, hanem ha olyan történelmi helyzet amikor alakult, egy Hitlert oda tettek, hogy fel tudták, kell őket áldozni, könyörgöm, mert egy nagyobb értek ezt, amikor egy Hitlert finanszíroztak, ők tudták már akkor az elején, hogy hány 10 millió zsidót áldoznak be ennek. Nem az elején. Tehát azt mondta, hogy nem az elején áldozák nem, be. Nem, hát azért nem volt itt 10 millió, mert figyelj, de még a Yad Vashem sem beszélt 10 millióról. Szeretik a hatos számot használni, mert a kabalában a hatos az szám a pénz, az nem, az a zsidó jele. Aha. Tehát mert a kabala az úgy működik, hogy a számoknak betűjelentése is van, tehát olvasni is lehet őket, és a betűknek számuk jó, van. A számisztikában hatos a pénznek a szám. Igen, de ők a zsidók. Tehát például a zsidó nép szám az a 666. Ugye, amire azt mondjuk néha, hogy az ördög száma meg. Nem, az jó. A zsidó népnek jó. A száma. Ebben most tényleg nem menjünk ebbe az irányba. Valahol be kéne fejeznem a műsort. Tehát gyakorlatilag, ha összeszeretném foglalni a dolgot, akkor nagy szarban vagyunk. Már elnézést, hogy megint vulgáris voltam ebben a dologban, mert én folyamatosan békét szeretnék teremteni. Azért látod az én szavaimból, hogy én mindig a védő bírója vagyok ennek a dolognak. Még az is lehet kedves nézni, hogy bennem is van zsidóvér, mert ez a fajta mentalitás gondolkodásmód, amit én tudok képviselni, ezt tanulhattam tőlük, mint goly, de genetikailag is valahol ott van bennem, de a szívem az magyar a végtelenségig. Tehát én ebből nem tudok kimászni, soha egyetlen egy szervezet tagja nem voltam, ezt itt tiszta szívvel kimerem jelenteni. Én a békét szeretném, és az, hogy ez a magyar nemzetállam fennmaradjon, és azt szeretném, hogyha a zsidók között is egyre több gondolkodó azért megkérdezni ott belülről, hogy akkor most hova vezet ez az út, ahova elindultunk és járunk, mert én azt látom, hogy itt nem holokausz lesz, hanem világholokausz lesz, és ezt feltétlenül el szeretném kerülni a saját, a zsidók és az összes többi nép érdekében, és aki ezt ma nem látja, hogy ez a fajta kamatos kamat kisgömbölt fölzabált a világot, és hogy ezt valaki nem állítja meg, akkor itt semmilyen jövője nincs az emberiségnek, és akkor jöhetnek ide a földön kívüliek visszafordulni a saját földjüket, mert mi nem vagyunk méltóak, ha ezen nem tudunk felemelkedni. És erre kérném azt a záró gondolatot. Hát az én kívánságom az most csak a magyar országra vonatkozóan szeretnék. Az én kívánságom az, hogy a velünk együtt élő zsidó közösségből minél többen legyenek képesek arra, hogy fölvállalják a 100%-os magyarságot, és a magyarság részei legyenek, a magyar nemzet részei legyenek. Aki pedig erre nem képes, mert a zsidó identitását azt fontosabbnak tartja, hogy megtartsa, annak pedig azt mondom, hogy akkor ismerje el, hogy ő egy másik nép, amelynek egy része itt él Magyarországon velünk együtt, és igyekezzen fair magatartást tartani, ne akarjon mindenféle trükkökkel tulajdonképpen az akaratát rákényszeríteni a magyar nemzetre. Aki egyébként még többségben van. Igen. Oké. Azért említsünk meg olyan magyar szívű zsidókat. Nem, akik már magyarrá lettek. Magyarrá lettek. Radnóti Miklós, Karinti Frigyes, Szerb Antal, Somló,
Somló Bódog. Elnézést, nem ismertem ezt. Somló Bódog, és akkor Telleredét is tegyük ide. Egyértelműen Tellered. És még sokat lehetne felsorolni. Okay. És még sokat fel lehetne sorolni, és én tulajdonképpen őket a magyar nemzet részeinek tekintem. Ez a lényeg. De azokat, akik úgy gondolják megoldani ezt a dilemmát, hogy különbözök, és mégis egyenlő vagyok, mert ez egy dilemma. Hogy a Magyarországot, hogy a magyar nemzetet tulajdonképpen tagadják, azt fel akarják bomlasztani, hogy azt mindenféle nacionalizmussal vádolják meg, sovinizmussal, meg kirekesztéssel, meg antiszer, lehet-e. Ha hagyják fel ezt a destruktív magyartartásukat, vegyék tudomásul, hogy velünk egyenrangok, joguk van itt, ugyanannyi joguk van, mint nekünk, de ne akarják bomlasztani a magyar nemzetet. Ebben egyetértünk. Egy utolsó mondat, mert tudom, szereted a történelmet, egy kérdés Rávik Jánoshoz, hogy hány a 1848-as szabadságharcnak hány zsidó katona áldozata volt? Hát figyelj, de többféle számban forgalomban, és én nem tudom, hogy melyiket lehet ebből, de minden esetre én azt mondom, legalábbis én hitelt adok annak, hogy több ezer. 298-at tudtam. Igen, ez egy... De én olvastam több ezres. Jó, de azt kell látni, hogy akkor a zsidók, azok igen. Magyarként, a magyar szabadságharcért szálltak harcba, és ezeknek a szelleme itt van, és ezeknek a szelleme nem bocsátja meg Trianont, nem bocsátja meg Rákóczit, nem bocsátja meg Dózsa Györgyöt. És hogyha ez a magyar mindig kiállt, és a legnagyobb kakában tudott csak összefogni, akkor ezt viszont mindenki vegye rólunk tudomásul, hogy lehet minket taposni, mert egy birkanév vagyunk, mindent elviselünk. De amikor a magyarságunkat, az önértékelésünket valaki el akarja venni, akkor itt 56-ban is felálltak az emberek. Mert tudod, az önbecsülést azt nem lehet elvenni senkitől. Az életünket odaadjuk, de a magyarságunkat és a hitünket nem. Nagyon megköszönöm, hogy itt voltál. Megint nem rövid beszélgetést tudtunk, de akinek fontos, hogy ezekről a dolgokról szó legyen, és én arra is megkérek bármilyen zsidó származású magyar embert, hogy erről a dologról beszélni akar velem, én nagy szeretettel elvárom, tehát itt senki nincs kirekesztve abba a dologból. Ha elfogadják, hogy még esetleg Rábi János úr is ideül, és hármasba beszélgessünk, én ezt nagyon szeretném, mert egy olyan sebet kell fölvágni, ami egy óriási nagy fekély a magyarság testén, és ezt a dolgot nagyon gyorsan meg kell oldani, mert ez a legerősebb dolog, amivel egymás mellett ellen tudnak minket uszítani, és nekünk akkor van csak magyar jövünk, ha itt igazi, valódi kiegyezés lesz ebben az országban, ebbe egyetérthetünk, ugye? Igen. Engem sokan azért tartanak zsidónak, mert zsidó barát vagyok. De egy dolog a zsidók barátjának lenni, mármint azoknak a zsidóknak a barátjának, akik a túlnyomó többség, és akik tényleg letesznek valamit az asztalra, és akkor is, ha együtt élnek velük, biztosítani kell számukra, hogy harmonikusan alakuljon a magyarság és a vele együtt élő közösség. De én ennek a barátja vagyok, és a harmonikus jövőt szeretném építeni, nem a konfliktust. A jézusi gondolatoktól indultunk el, tehát én nem kívánok más fele barátomnak, mint te magamnak, és hogyha én tényleg a szeretet jegyében élek, akkor nekem a zsidó az egységben ugyanolyan testvérem, mint bármilyen más, a cigány vagy akárki tót. Tehát ezt kell megérteni, hogy csak az egységben tudunk élni, és a jézusi szeretet, ami nem vallás, ugye, mert pont a szeretetet hagyták ki az elmúlt 2500 év vallásaiból, ha az teljesedik, ha eljön a szeretet világa, akkor van jövőnk, és reményünk, ha ez nem jön el, akkor megyünk a levesbe, kedves nézők. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket és kitartásukat, mert azért egy nagyon húzós 45 perc volt, amit itt Rábik János úrral végigbeszélgettünk. Nem lehetett megszakítani, ebbe is értsünk egyet. Várom leveleiket, nyugodtan mindent mondhattok rólunk. Egy a lényeg, hogy kezdjünk el beszélgetni, és legyen egyezés, mert csak a szeretet nyelve az, amit tudunk folytatni. És ha ezt nem találjuk meg, akkor nincs más út, igaz? Egyetértünk János ebben. És gondolom ezt az élet munkáját, amit te, hát, ha 56-ot veszem alapul, akkor is lassan 60 éve ezt a sorsfeladatot, kiválasztottságot csinálod, hogy nem fogod be pörös szádat, és ezért nagyon tisztelek és becsülök. Hát sok hátrány érte, de hát most van mindegy. Én körülbelül 25 évvel ezelőtt fogadtam meg, hogy én végeredményben szegény ember magadtam, nincs vagyonom, nincs semmi, de egy luxust megengedek magamnak, amíg élek, hogy csak azt fogom mondani, amit én igaznak gondolok. Amit a szívedből gondolsz, igen.
Ez nem azt jelenti, hogy én az igazat mondom mindig, de nem vagyok hajlandó mást mondani, mint amit igaznak tartom. És ha ezért belém rúgnak, hát rúgjanak bele. Mindenki tegye dolgát, nem? Mindenki tegye dolgát. Kedves nézőink, még egyszer most a másodszor búcsúzok el, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Önök VNTV-t, a Vivanatúra televíziót láttak. Korábbi adásainkat a www.vntv.hu oldalon láthatják. Köszönöm, János, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást és a lehetőséget. Köszönöm.